Nagyon izgalmas könyvet tartok a kezemben, Pálai Kovács Szilvia, Indigo és Kristály gyerekeink alkotásai körében. Ha én erről még nem hallottam, akkor mit kell ez alatt érteni? Mert hogy én 4 gyerekes apuka lennék, honnan tudom meg azt, hogy mitől Indigo, vagy mitől Kristály egy gyerek? Hát ezek kategóriák, amiket így manapság így a parapszichológia nevezi, meg így gyerekgenerációkat. Tehát igazából egyet sem értek vele, de hogy ezon a köztudatban is ezt kell használnunk, ezt kell mondanunk. Elmondom, miért nem értek vele egyet teljes mértékben. Mert hogy a név az alapján jön, hogy aurafotókat csináltak gyerekekről állítólag, és hogy ott egyértelműen látszott, hogy a gyerekeknek az egyik csoportjában az aura világszint vesz föl, a másik gyerekcsoportnál ilyen ezüstös, ilyen gyöngyházfényű, ilyen kristályos csillogás dominál benne. Még az átlag gyereknek, mondjuk így, hogy most csúnyán fogalmazok én is, közhelyesen, hogy az átlag gyereknél pedig a szokásos aura rétegek színei jönnek elő, vagy éppen amilyen lelki állapotban van, ugye az szerint sötétül, vagy világosul, vagy valami. Tehát innen kapják a nevüket, ebben csak annyi igazságot vélek én felfedezni, de ez teljesen szubjektív véleményem, hogy az indigó gyerekeknél ténylegesen a harmadik szemes látás az nagyon erőteljes, tehát nagyon erős empátiával rendelkeznek, és egy ilyen belső szemes látással. A kristály gyerekek pedig a koronacsakra nagyon magas érzelmi intelligenciájában és intellektuális intelligenciában nagyon magas szinten vannak, tehát a koronacsakra szintjén, ha fogalmazhatunk így. És mostanában a több ilyen gyermek született, úgy tűnik? És mostanában több ilyen gyerek született, de én mindig hozzáteszem, hogy nagyon nem szép dolog a gyerekeket így kategorizálni, és egyiket följebb meg lejjebb tenni. Mert minden gyermek érték, minden gyermeknek van küldetése, hogy nekünk is, a gyerekeknek is. Mindenki tudja, hogy milyen életfeladat, ha jön a földre. Vagy ráébred, vagy nem, vagy tudatos, vagy nem tudatos benne, de mindenkinek. Tehát annak is, aki nem indigó és kristály gyerek, annak nagyon kemény karmikus feladatai vannak, a saját életét, vagy a családját tekintve. Egyáltalán nem kisebb feladat, mint egy indigó gyereknek mondjuk a rosszul működő rendszereket ledönteni, kerítéseket rombolni és úttörő feladatokat elvégezni, vagy a kristály gyereknek már a jót képviselve nem megtörni, hanem hozni az aranykor intellektusát, meg szellemiségét már. Mind a háromnak, tehát a letisztításnak is ideje van, és a felépítésnek is ideje van. Tehát én ezért nem szerettem, hogy így kategorizáljuk, hogy hát ő csak átlag gyerek, egy családon belül gondolt el, hogy ha van 3-4 gyerek, vagy 2 gyerek, akár egy családban van egy, mondjuk egy átlagos, egy nem kristály gyerek, és van egy nagyon ragyogó kristály gyerek. Most mit él meg az a gyerek, és hogy nő föl, és milyen viszonya lesz a testvérével, hogyha ilyen kategóriákban neveljük őket. Na mondjuk a szülők, hál' Istennek azért ezt nem szokták ilyen ennyire szélsőségesen elválasztani, tehát a gyerek számukra gyerek, és egyformán szeretik többnyire. Azt hiszem, hogy ezt most már kezdem érteni, és akkor mit kell ezekről tudnom? Mert itt, ha jól látom, te az alkotásaikat, tehát nyilván miután a könyvnek a borítóján egy ilyen csodálatosan szép festmény látható, tehát gondolom akkor az ő alkotásaik. Ez a festmény, ez a saját festményem. Értem, bocsáss meg, ez a te saját festményed. Hogy én is festő vagyok, és művészet tanár. Értem, nem lapoztam bele a könyvbe, hogy a borítóterv az honnan van. Nem is az a lényeg, hanem a mondani valója a képnek. Világos. Hogyha gondolom ez neked egyértelműen lejön, hogy az ember ugye, mint egy ilyen kozmikus harcosként jelenik meg, vagy egy angyali tanítóként jelenik meg, és hát egy kisgyerek, aki szerepel benne, aki ugye az életein keresztül, lélek emlékei az a címe a képnek, aki a sok életén keresztül különböző feladatokat, különböző dimenzióba, helyszíneken jelenik meg, és hát ennek a hangulatát próbáltam visszaadni, és azért választottak. Hát végül is, hogyha mi feltételezzük a reinkarnációt, akkor kapunk erre magyarázatot, hogy ez így működik. És hogyha te ezeket a gyerekeket, gondolom, akkor rajzoltattad, vagy festést tanultatok, vagy elmentetek közös táborokba, és akkor megfigyelted, hogy miket rajzolnak. Igen. Hát úgy kezdődött, hogy egyszerű művészettanárként, rajztanárként, ugye már 20 éve, 26 éve foglalkozom így különböző korosztályú gyerekekkel, és így kezdtem ráébredni az elmúlt 5-6 év, 8 év
évvel ezelőtti időkben, hogy ezek a gyerekek valahogy, a gyerekeknek van egy olyan része, mondjuk egy átlagos osztálynak, ugye az egyharmada, akik egészen máshogy reagálnak dolgokra, más megoldásokat választanak, más a kifejezés módjuk, és hogy annyira szociálisak a többiekkel szemben, hogy egyszerűen nem tudnak rosszat gondolni, nagyon tiszta lelkűek, és olyan magas művészeti szinten alkotnak, hogy megelőzik 5-6 évvel a korukat. Vagy hát még ezt sem lehet mondani, mert hogy sokan el sem jutnak ezekre a szintekre. Egy gondolatot rögtön átvesznek, pillanatok alatt megtanulnak egy technikát, és egyszerre 5-6 féle dologra figyelnek. És akkor elkezdtem velük így külön foglalkozni rajzszakkör címen, és akkor ők vonzódtak oda hozzám rajzszakkörre. És akkor már így együtt volt majdnem minden ilyen típusú gyerek, ilyen 10-12-15 fős kis csoportokban, ahol még intenzívebben egyszerűen szembesültem vele, hogy amiket így olvasgattam, hogy Indigo meg Kristály gyerekek ilyen Doreen Virtue-nak a könyveibe, vagy egy-két ilyen internetes oldalon, és akkor így mondtam, hogy persze, hát hiszem, ha látom, hitetlenül álltam hozzá, és akkor egyszer csak a gyerekek szembe jönnek, és elmesélnek ugyanolyan történeteket, elmesélnek ilyen gondolatátviteleket, vagy lerajzolnak látomásokat, amiket megéltek álmaikba, és szinte ugyanaz, amiket én olvastam ezekben a könyvekben. És akkor egyszerűen szembe jött velem, hogy nekem ezzel dolgom van. És akkor már tudatosan, egy ilyen 8 éve tudatosan figyelem őket, úgy rajzolunk és festünk, hogy előtte mindig csinálunk egy ilyen kis meditációt, amit a gyerekekkel, életkortól függően persze, amit gyerekekkel lehet csinálni, és a meditációnak az élményeit festjük le nagyon sok esetben, elmondatom velük, lefestettem velük, leírom, összegyűjtöm a képeket, lefotózom, tehát valahogy így indult. És akkor hát egyértelműen látnom kellett, hogy itt kezd kibontakozni egy új generáció. Azért is nevezem őket így, hogy a szellemi evolúció, mert hogy olyan magas tudatszintű gyerekek, amik a felnőttek között ritka, akikre azt mondhatjuk, hogy ilyen krisztusi tudatúak, a kristály gyerekek főleg, hogy krisztusi tudattal jönnek. Persze nem tud ártani senkinek, nem tud rosszat gondolni. Ha őt bántják, akkor értetlen áll előtte, nem tudja, hogy lereagálni. Nincs benne agresszió például. Nincs benne az a versenyszellem, ami bennünk, meg az átlag gyerekekben, csúnya kategória, bocsánat érte. Tehát, hogy az egyik gyerekcsoportban van, a másik gyerekcsoportban nincs versenyszellem. Olyan szinten, hogy a másikat legyőzni. Tehát az az ösztön nincs benne, hogy én a másik legyőzése árán én jobb legyek, és megmutassam, hogy én ki vagyok. Nem szeretnek olyan, tehát még fotballozni sem nagyon, számháborúzni sem szeretnek, ahol kifejezetten az egyik csapatnak le kell győzni a másikat, és akkor a másiknak érzi a szomorúságát. Ez neki olyan fájdalom, hogy ezt inkább nem. Olyan helyzetekben szeret szerepelni, ahol csak önmagát mutatja meg, egy szavaló versenyen, rajzaival, kiállításokra menni, csapatjátékokban együtt játszani. Tehát ezek sportokban is, nem a két csapat egymás ellen játszó sportban szeretnek, hanem egy úszásba vagy küzdősportba, ahol ilyen játékosan tudnak együttműködni. Tanulmányi eredményeket illetően is, amikor a tanítónénik mesélték kolléganők, hogy amikor ilyen országos felméréseket készítenek a gyerekekkel, és akkor ki vannak adva a tesztlapok, és ott neki szerepelnie kell, és be kell bizonyítania, hogy nagyon jó, és a legjobb, és pontszámokra megy, akkor a gyerekek a tudásuk 50%-át hozzák. Mint amikor csak simán osztálylégkörben írnak bármilyen tudáspróbákat. Szóval a versenyszellem nincs, agresszió nincs, egyszerűen nem bírják elviselni a hazugságot, se azt, ha nekik hazudnak, se azt, ha neki kell hazudnia, belebetegszik, azonnal torokgyulladás, köhögés, minden. És kiderül, hogy ez van a háttérben, és ha ezt a háttérlelki blokkot, ezt a hazugság témát valahogy fel tudjuk oldani, akkor pillanatokat meggyógyul. És hát ez, igen, és ez nekünk nagy tanulás, tehát nekünk ezektől a gyerekektől ezeket meg kell tanulnunk. Csak egy nagy gondom van. Igen. Ha kinézünk ebbe a gyönyörűséges világba, akkor ez még nagyon nem ez szerint működik. Tehát mi lesz ezekkel a gyerekekkel, ha felnőnek? Na, ezért írtam a könyvet. Ezért csinálok nekik kis közösségeket, kis nyári táborokat, kisfős, kis rajzközösségeket, amik nagyon jól működnek évek óta, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Mert egy átlagiskolában azért kisebbségben vannak még. Az indigók is, meg a kristály gyerekek is. És mivel, hogy ők nagyon érzékenyek, nagyon sérülékenyek, és az indigó nem, mert az egy nagyon lelkes, és nagyon tele van tűzzel és energiával, és ő azért nagyon önfejűen megy az útján, és csinálja, amit belülről érez. A kristály gyerek sokkal sérülékenyebb, nagyon gyorsan sír, nagyon gyorsan le tud betegedni ezektől a konfliktusoktól, és hát nagyon sokszor ugye kirekesztést tapasztalnak, mert hogy
a többi gyerekek közül ők a szelídségükkel, ezzel a krisztusi tudattal kirekesztődnek. Tehát ők annyira mások. És ha a szülő nem viszi olyan helyre őket, ahol találkozhat ilyen gyerekekkel, akkor teljesen bezárkozott kis magányos élet lesz belőle. Míg a végén rásütik, hogy autist. Például. Meg hiperaktív. Persze. Ezeket így is kezelte a pszichológia nagyon sokáig. Most már azért talán jobb a helyzet, mert már a pedagógia is hozzájuk változott. Már van integrál szemlélet, van komplex művészeti oktatás például, vannak alternatív iskolák, ahová el lehet menni, egy Waldorf például, vagy Montessori. Hát igen, csak itt a problémám még mindig a következő. Nyilván ebben benne van a korom, hogy oké, kimegy az iskolából. Még esetleg elmegy egy egyetemre, még ott is viszonylag védettebbnek mondható. Mi lesz a felnőtt életben? Hát ez most sajtuk múlik, mert hogy most még ugye az indigók mondjuk már elérték a felnőtt kort, és sokat láttam, akik már az élet nagy viharaiban küzdenek, ők olyan 30 évesek mondjuk úgy átlagosan. A kisebbek, a kristálygyerekek, még általános iskola korosztály. Persze ezek a generációk nem ilyen lezárt időponthoz köthetőek, hanem párhuzamosan is működnek. Csak zömében az indigó generáció most már felnőtt generáció, tehát fiatal felnőttek. A gyerek vagy a kristályok pedig hát 2000-től születtek többségében, de abszolút mind a kettő ugyanúgy színen van. Tehát mikor, hol van szükség? Nem, inkább a 90-es évektől indult ez a dolog? A indigó gyerekeknél? Nem. A kristály 2000. Az indigók indulnak olyan 90-es évek, zöme, de előtte is voltak. Most is születnek olyanok, akik vegyesek, tehát indigó, de az érzelmi intelligenciája már kristálygyerek. És a mai napig is ez ilyen teljesen párhuzamos folyamatok. Csak hogy többsége. Csak annyi van csak érint a többsége. Már, hogyha így erről a részéről beszélünk, mert hogy asztrológiai szempontból milyen bolygóállások lehetnek azok, amelyek ezt vagy azt, mert én nem ismerek olyan horoszkópot, ami nem fedi le a világot, tehát ezt is le kell, hogy fedje. És nyilván a három külső bolygót látom én ebben fokozottan érintetnek, az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. Tehát nyilván az ő horoszkópjaikban, meg hát a gyakorlatban is én tudom, hogy ezeknek az embereknek nehéz beilleszkedni a társadalomba, tehát vagy megtalálják a helyüket, vagy nagyon-nagyon perifériára kerülnek. Igen. Úgyhogy azért kérdeztem, hogy nem 90-es, tudnék, egy nagyon izgalmas konstelláció volt 1992-93-ban, és ezt azért emelném ki, mert az Uránusz és a Neptunusz együttállásai 171 évenként ismétlődnek, és ekkor együtt álltak. Tehát 171 év azért az egy elég komoly. Nem, hát a 90-es években az indigók nagy hulláma jött. És 2000-ben a kristályok nagy hulláma. És akkor jön a kristály. És 2000-ben? Hát ott valójában ez azért aranyos, mert megváltozik a Neptunusznak és az Uránusznak a jelbeli helyzete. Ez érdekes. Jó, ez most úgy engem is elindított, hogy az asztrológiai oldalról egy kicsit elkezdik ezzel foglalkozni. Nagyon. Nekem is most nagyon beleült a fülembe a dolog. Nagyon, mert ilyen oldalról nem is vizsgáltál, pedig alapvető. Szívem szerint beszéltél, amikor kimondtad, hogy neked nem tetszik az elnevezés. Nekem sem. Tehát én ennek a fajta meghatározásnak, tehát félreértés ne esik, én hiszek abban, hogy lehet látni az aurát. Ezzel nincs semmi bajom. Inkább de az nem egy fajta, állandó. Ez a, igen, ez, és az, hogy most kifejezetten, tehát Isten egy egység, tehát bármilyen elkülönülés, ha most én kinevezem, hogy ő kristály, vagy ő indigó, de hogyha mondjuk most tehát elfogadás irányába haladok, tehát ha, hogy mondjam, egy utcát is megnevezünk azért, hogy oda találjunk, tehát igen, hogyha jobban igen, megértem igen, igen, azt, hogy ez a gyerek hogyan gondolkozik, akkor talán jobban tudok a gyerekkel bánni. Persze, akkor igazság persze. Szerint itt egy csomó szülőnek kellene ezt tudni, hogy neki egy ilyen különleges gyermeke van. Uh-huh. És ezzel van mód, hogy átadjuk a szülőknek ezt a... Persze. Ezért hoztam létre ezt a... Van egy ilyen indigó kristály kerekasztal nevű összejövetel, havonta egyszer, most 12-én, március 12-én lesz,
ahol szülők, gyerekek, családok, nevelők, mindenki, bárki, akit érdekel a téma, eljön. Általában olyan 40-50 fő ott szokott lenni, gyerekek is, és mindig a kerekasztalhoz meghívok úgy vendégeket, akik szívesen vállalják, hogy beszélgetnek. És akkor, mint mi most kérdezem őket, tartok egy kis bevezető előadást, mindig van egy kiemelt téma, most például a mi a baj az iskolában, az a fő téma, hogy miért szenvednek ezek a gyerekek az iskolában. És akkor itt is két gyerek vállalta, hogy, illetve az egyik vállalta, hogy kiül beszélgetni, a másik azt mondta, hogy ott fog ülni, de ő nem fog beszélni, csak én mondjam el helyette, amiket ő nekem elmond. De a gyerekeknél nehéz, tehát hogy 50 ember elég kiültetni egy gyereket, kevés gyerek meri ezt megcsinálni 6-8-10 évesen. Hát arról nem beszélve, hogyha most de azért van, aki igen. Ők egész kicsi korától kezdve kezdi azt látni, hogy más vagyok, mint a többiek. Hiszen amit én látok, mert ha most mondjuk azt, hogy van egy ilyen harmadik szemes látás, akkor ez a harmadik szemes látás az azt jelenti, hogy ő már tudja, hogy a másik mit akar mondani, de a szavak azok nem azok, amit ő lát, illetve amiről ő tud. És ezt ő neki is meg kell tanulnia, hogy nem biztos, hogy a hazugságról szól ez a dolog, hanem egyszerűen csak a másik ember nincs azon a szinten, hogy szavakba tudja fogalmazni azt, amit érez. Igen. Hát vagy valami taktika van mögött, hogy mit mond ki, ez a másik dolog, hogy igen. Van... Hát mind a kettő lehet. Tehát én azt tapasztaltam a munkám során, hogy az emberek kétféleképpen hozzák ezt a kérdést. Vagy taktikáznak, ez a leggyakoribb, ezt elismerem, de vannak olyanok, akik egyszerűen nem találták meg azt a szókészletet, ahogy a saját érzéseiket ki tudnák fejezni. Vannak olyan gyakorlatok, akár nem nevezném meditációnak, vannak olyan spirituális gyakorlatok, amelyeknek az élményrendszerét nagyon nehéz lefordítani. De ugyanezt félreértés ne essék, nem szeretném a kábítószerezést népszerűsíteni. A kábítószerrel megélt élmények is nincsenek. Tehát ugye az emberek szókészlete arra készült el, amivel a mindennapi életüket tudják bonyolítani. Na de ezek a területek, ezek köszönő viszonyban nincsenek a hétköznapi gyakorlati élettel. Igen, ennek ellenére azért... Erre például szerintem egy rendkívül izgalmas dolog a rajz. A rajzolás, és azt vettem észre a gyerekeknél is, hogy ha egy első élményként megkérdezem egy meditáció után, hogy na, mit éreztetek, vagy mit láttatok, vagy ki látta ezt, ki látta azt, tehát így kicsit beszélgetünk, akkor valamit elmondanak. Utána jön a festés, akkor általában csend van, és akkor nagyon gyorsan, olyan negyed óra, 20 perc, fél óra maximum nem bíbelődnek vele, mert hogy még az élmény annyira friss, és akkor nagy szenvedéllyel, nagy lendülettel csinálják ezeket a képeket. És utána, amikor már elkészült a kép, akkor kérdezek vissza. És akkor sokszor egész mást mond el, mint amit így elsőre próbál megfogalmazni, de a képe alapján már konkrétan rákérdezek, hogy is akkor ezt hogy értetted, vagy akkor mit jelent ez a sárga kör, és akkor már viszont pontos információkat ad. Sokszor csináltam azt, hogy rögtön ott, amikor elkészült a rajz, mondtam, hogy akkor most írd le, hogy mit rajzoltál, és akkor három mondatban gyönyörűen leírtam. Döbbenetesen szépen leírták. Hát igen, mert attól a pillanattól kezdve, hogy lerajzolja, már szimbólummá válik az egész. Igen, és akkor utána valahogy szóba is jobban meg tudja fogalmazni. Persze. De az se baj, ha nem, mert hogy pont az a lényeg, hogy egy értő ember, akár egy szülő, aki jól ismeri a gyerekét, aki bele tud érezni, vagy egy kicsit ilyen szakértőbb ember, az leolvassa a képről. Tehát nincs az a probléma utána, mert megvan az információ, meg a kommunikáció. Tehát ez tényleg szépen működik. Igen, visszatérve arra, hogy a magány ezeknél a gyerekeknél, általában ilyen kis paciens, nem paciens, ilyen gyermekek jönnek itt szülőstől hozzám, hogy pont ez a baj, hogy stresszeli az iskola, ekcémás, allergiás, aszmás, stb. Az iskolától, vagy ha óvodás, akkor üvölt, hogy nem megy óvodába, vagy volt olyan kisfiú, aki a tornaórákon kezdett el üvölteni, hogy nem bírom, vigyetek innen azonnal. És egy dadus mindig elment vele sétálni, amikor tornaóra volt, amikor futkározás volt, és így kavarogtak az energiák, és neki ez már teljesen sok volt. Addig elviselte, amíg csend volt, meg nyugalom, tornaóránál menekült sírva, és hát mindenféle eccémái voltak, ilyen bőr problémái. Tehát, hogy igen, és akkor ha nem művészeti iskola, akkor általában kisebbségben vannak, ha viszont művészeti tagozat, zenetagozat, képzőművészet, akár tánc, tehát ahol művészet van, kiemelve, oda vonzódnak ezek a gyerekek. Mert valamilyen művészeti ágban ők nagyon jól ki tudják fejezni magukat.
És ezért ilyen iskolában 90%-ban már ez az új generációs gyerektípus található. Egy vegyes átlag iskolában még olyan 40% maximum jó esetben. Hát igen, csak ugye itt most felnőttként gondolkozva az a nagy kérdés, hogy elvire egy társadalom ennyi művész embert. Nem biztos, hogy művészek lesznek, mert hogy két agyféltekével gondolkodnak, pont ez a különlegességük, hogy teljesen, tökéletesen működik a racionalitás világában, tehát neki egy matematika-fizika nem okoz gondot, nagyon okos benne, nagyon logikusan tud, és ugyanakkor meg zseniálisan zongorázik vagy fest. Tehát mind a két területen tökéletesen jól működik. Állítólag az agyuknak a 100%-át is időnként képesek aktivizálni, a kristály gyerekek már. Ezt nem tudom, mert orvosilag nem mérték igazán, vagy nem tudok róla, hogy mértéke volna, de annyit mértek, hogy az agytevékenységnél sokkal nagyobb agyterületek aktivizálódnak az új generációnál, mint nálunk mondjuk a régebbi generációnál, tehát aktívabban használják az agyukat. És azt látom, hogy a két agyféltekét viszont egyértelműen egyszerre tudják használni. Ezért is mondták rájuk korábban, hogy hiperaktívak. Mert nem lehetett őket lekötni csak matekórával, meg csak egy nyelvtannal, meg csak egy énekórával, hanem neki egyszerre kell a sok információ. Ő akkor tud jól működni, ahogy tapasztaltam, hogyha úgy rendezek be egy rajzórát, hogy mondjuk kiválasztok egy fő témát, mondjuk azt mondom, hogy a fák, vagy a madarak, vagy a tűz, vagy a víz, alapelemek, bármi, és akkor elkezdünk arról beszélgetni. És akkor milyen ismeretei vannak? Versek, mesék, biológia, hogy működik, milyen élményeket elmesélnek, stb. Ha tud írni, akkor már le is írogathatja, ha nem tud írni, akkor csak elmondják, hozok nekik ilyen zenét, ami mit tudom én, a tűznek a hangulatát adja vissza, vagy madárhangokat hallgatunk, és akkor közben megmutatok egy festészeti technikát, egy akvarelt, egy temperát, vagy minden porpasztel, közben rajzol, és közben folyamatosan beszéljük, de még a másikkal is megbeszéli, meg még a zene is megy a háttérbe. És már játszottam velük sokszor ilyet, hogy a zenét lehalkítottam, vagy kikapcsoltam, és akkor egyszer csak így jönnek, hogy hol a zene, miért nem kapcsolom vissza, miért kapcsoltam ki a zenét, mikor azt gondolom, hogy a hatodikként már a zenére nem is figyel. És igen, és utána a szünetben például pingpongozás közben láttam, hogy ezt a kis mantra zenét énekelgetik. Tehát annyira figyel, hogy meg is tanulja közben. Miközben a technikát elsajátítja, gyönyörű képet fest, előtte meditál, az osztálytársával megbeszélve, hogyha párban dolgoznak, akkor együttműködnek, és közben meséli a verseket hozzá, meg eszébe jut, hogy ő a kirándulás közben éppen milyen madarat látott, vagy milyen fákat. És így folyamatosan egyszerre 5-6 szálon futnak a gondolataik. És akkor remek az óra, akkor imádják és élvezik. Ha el van szeparálva, és azt mondjuk, hogy most csak egy természetismeret óra van, és csak erről beszélünk, akkor nagyon unatkozik, és állandóan beleszól, és mindig mondja a saját gondolatait hozzá, mert asszociál rengeteg dologra egyszerre, és akkor persze, hogy egy tanárnak ez nagyon zavaró, hogy állandóan beleordít, állandóan van hozzászólni valója. Hát igen, csak az a kérdés, hogy... Úgy 35 főnél ez hogy lehet elviselni? Hát nem csak, igen. Mi van? Hát igen, hát valójában ebbre a kérdésre akartam kiukadni, hogy nem inkább nekünk kellene felnőtt embereknek elgondolkoznunk, hogyha ilyen gyerekeink születnek, akkor mit tanít? Mert most az egy dolog, hogy meg kell tanítanom kiflit vágni, vagy mit tudom én, meg kell tanítanom a legszükségesebb gyakorlati ismeretekre, ha az még neki nem megy, mondjuk kenyeret vágni, stb. De mi van akkor, hogyha ezek az emberek valójában tanítóként jönnek, az igencsak elcseszett, bocsánat, hogy a csúnya szóért, világunkat valamilyen szinten meggyógyítsuk, mert ez jelen pillanatban ugye a világunkat, hát mindenkinek először a saját világát kell meggyógyítani, akkor beszéltünk majd a közösség meggyógyulásáról. Ezek csodálatos dolgok, kedves Szilvia, amiket mondasz. Tehát ez csak a tulajdonság, a küldetésről még nem is beszéltünk, amit majd megint asztrológiai téma szerint is majd át kéne beszélnünk. Iszom a szavaidat, légy szíves, mondjad. Hogy... és megint saját tapasztalat, így évek alatt, hogy összeáll bennem, hogy gyerekek születnek ugye egy ilyen különleges energiával, hogy kristály, vagy indigó, vagy csillaggyerek. A csillaggyerek az csak annyiban különbözik, hogy tudatos. Tudja, hogy honnan született le, tudja, miért jött le, tudja, miért választotta a szüleit, átjár a dimenziók között, álmába utazgat, tehát ilyen teljes kozmikus tudata van. Bocsánat, ez a csillaggyerek típus. Pillanatra álljunk le, mert ez egyszerre fantasztikus, de azt gondolom, hogy egy csomó ember számára félelmetes is. Félelmetes. Hát viszik is ilyenkor sajnos a szülők, vagy az iskolából is küldik ilyen
nevelési tanácsadásra, meg pszichológia, bizony, és jön a, még a Ritalin sem elvetett dolog, még mindig a Ritalint is nyomják az ilyen gyerekeknek. Lehet, hogy a gyereket zavarja, de csak azért zavarja, tehát lehet, hogy fél tőle, vagy túl sokat beszél, vagy úgy néz ki, mint hogyha skizofrén lenne, és mindenféle társai vannak, akikkel beszél. De ha talál egy olyan emberre, aki ezt megérti, hál' Istennek, akik eljutnak hozzám, és azokkal tudok beszélni erről, utána olyan hatalmas változás van, hogy szó sincs pszichológusról. Tehát utána már megérti, hogy mi történik vele. Sőt, megtanítom egy-két olyan technikára, hogy tudja magát levédeni, vagy éppen lezárni, vagy igen, lenyugtatni, vagy letisztítani. De hogyha mi a saját világunkat úgy gondoljuk, hogy nem annyira ijesztő, és itt érezzük magunkat biztonságból, ha ebből a világból egy ilyen új világlátásra bejön egy gyermek, akkor még mindig mi vagyunk többségben, ez a nagy baj. Ennek az a következménye, hogy ezeket a gyerekeket inkább megpróbáljuk elhallgattatni, mint hogy elkezdenénk rájuk figyelni. Igen, mert még mindig a régi skatulyákban, régi fiókokban akarjuk őket bepréselni. Hmm. És az indigo azt kitör belőle, tehát őt nem lehet. A tiszta gyereket igen, tehát őt meg lehet törni, mert az ő feladata már nem az, hogy a régi rosszul működő gondolatokat, rendszereket, hamisságokat, manipulációt, mindent elutasítva lerombolja, meg szembesítse, mert ő szembesít, szemtelenül, nyíltan, keményen szembesíti a szülőket, az iskolát tekintélyebb számukra nem létezik, tehát ők nagyon kemény úttörő jellege jönnek. Minden. Hát ugye mert egy dolgot képviselnek, a szeretetet tiszta. Hát igen, meg a hamis dolgoknak a lesöprését. Tehát ők harciasak. Igen, csak én azért mondom, hogy a szeretetet, mert igazság szerint a szeretetben nincs hamis. A szeretet az maga az Isten. Tehát abban már nincs ilyen. Hamis. Tehát ha én szeretlek, akkor nem fogok hazudni, ha szeretlek, akkor nem fogok alakoskodni. Ha szeretlek, önmagamat adom. És ha szeretlek önmagad, akkor tőled is azt várom, hogy önmagadat adni. Így van, ez hát alapvető elvárások van, felé. És akkor innentől kezdve, de ez nem lenne ez a természete? Nem ez lenne a természetes? Hát ez a természete. De ha már annyira elnyomták ezt bennünk, akkor legalább tőlük meg kell, hogy tanuljuk. Mert egyébként én azt érzem, hogy akkor mi mindannyian kristálygyerekek vagyunk, mert valahol a gyermekkorunkban ez természetes volt. Tehát kőkeményen át lettünk nevelve. Igen, de sajnos azt kell, hogy tapasztaljam, hogy már csírájában a kisgyerek, persze mindig meg kell nézni a családi hátteret, mit hoz otthonról, hogy már óvodás gyerekeknél is olyan különbségek vannak. Tehát vannak, akik kifejezetten önérvényesítők, és a másikat lenyomják, és agresszív, és rögtön üt a másikra. Jó, hát a minták azok nagyon erősek. Igen, ezzel mondom, hogy meg kell nézni a családi mintát. Hozzasz, na, pont ezt akartam mondani, hogy ahol elkanyarodtunk, hogy amikor, tehát hogy a gyerekeknek van egy ilyen energiája, az indigo kristály energia, amiben jönnek, ami az átlagostól úgy eltér. Beleszületik viszont egy asztrológiai konstellációba nyilván, ami hat rá, és utána ott vannak még a szülők, akitől genetikailag is örököl, meg a nevelés. Bocsánat, az asztrológiai konstelláció kifejezi, nem hat rá. Ez nagyon lényeges. Ezt meg én szeretném, de ha a köztudatba átmenne, jó. Mert az asztrológia nem irányít. Az asztrológia szimbólum rendszer. De amikor megszületik, akkor se érik hatások? Nem. Ő, hát nincsenek hatások, amit mérhetnénk. Összefüggések vannak. Tehát az, hogy valaki egy minőségben miért pont akkor látja meg a napvilágot, azért, mert ő annak a minőségnek a kifejeződés. Jó, köszönöm. Ez is az új gondolkodáshoz hozzátartozna. Egyébként nem annyira új, mert Hermésztris Megisztusz 2000 évvel ezelőtt ezt leírja. Csak közben aludt a világ. Hát mit mondjuk? Igen. Hát ez a... Sok korszakon keresztül. Szóval, hogy nem olyan erősen, tehát nem lehet azt mondani, hogy annyira a tapasztalat, csak az enyém, de lehet, hogy nincs igazam, hogy az asztrológiai jellemzők nem annyira erősen jellemzők, mint az átlag gyerekekre, és a szülői nevelés sem hat rájuk olyan erőteljesen, százalékban nem tudom kifejezni, mert hogy annyira erős bennük ez a kristály és indigo küldetéstudat, ami meghatározza a jellemüket is. Meghoznak egy ilyen isteni tudatot. Tehát egy ember, azért is szellemi evolúciónak gondolom, hogy ez már az emberiség egy következő abszolút, szintje. Persze. Egy olyan tudatot hoznak, ami már az aranykor tudata. Az indigo gyerek még ezt a hinduizmusban nagyon szépen kifejeződik a Shiva és Vishnu viszonya, hogy ők a Shivák, ugye a lepusztítók, a rossznak a letörlői, a szembesítők, hogy vegyük már észre, ébredjünk már föl, és fölráz, akár azzal, hogy ő éppen egy iszonyatosan provokatív viselkedéssel a családban. Valamilyen módon fölráz.
És utána a Krista gyerekek, meg a Csilla gyerekek már az aranykort hozzák le nekünk, tehát ő már a Visnu, a tiszta felépítő teremtő energiát hozza magával. És ezek olyan erős küldetés tudatok benne, hogy szinte kivétel nélkül akár Indigo, akár Kristály, akár Csilla gyerek, mindegyikben a Föld megmentése a legelsődleges küldetés tudat. Nem is az emberiség, hanem a Föld, az egész ökoszisztéma, így ahogy van. Csodálják. És a gyerek honnan jön? Hát általában valamilyen más dimenzió, más bolygót neveznek meg. Nevén is nevezik, vissza is megy, rendszeresen kapcsolata van, hozzá is jönnek rendszeresen az ő bolygó lakói, többen elmondták, és ez nagyon érdekes, amikor egy gyerektől hallom, akkor fú, de érdekes, sajátos. Mikor elmondja még egy, és már mondjuk jó, nagyobb, szélesebb körbe kéne vizsgálódni, de négy konkrét esetet el tudok már mondani arról, hogy csillaggyerekként tudja, hogy honnan született, tudja, hogy miért ezekhez a szülőkhöz született le, és hogyan, és elmondják szinte ugyanazt, hogy föntről fénypontonként látja az embereket a Földön, és keresgél a fénypontok között, és ahol az ő szíve, amelyik fénypontba be tud kapcsolódni, és magyarázták, hogy mint amikor a mágnes összevonzódik, ő azt érzi, hogy ahhoz az anyukához lesz köze, illetve oda fog leszületni. És akkor mélyebben belenéz, hogy ki ez az ember, meg hogy milyen élethelyzet lesz, ahova bele fog születni, és ő hozza az energiáját, és oda tud beinkarnálódni, és nem máshova. És ezt elmondják 3-4-5 gyerekek, és lehet, hogy ha sokkal többet vizsgálnék, vagy beszélgetnék, akkor több kiderülne. A másik ilyen azonossága a csomag, hogy azt érzik, hogy időnként így kapnak egy ilyen fénypostát, mint egy fényposta, így be a szívcsakrája, vagy a szívébe kap egy fénypostát, egy csomagot, azt kibontogatja, és abban vannak ilyen feladatok, ilyen küldetés feladatok. És akkor van olyan, hogy a szüleit kell összebékítenie, vagy az osztálytársai, vagy az osztályt kell összehangolnia, vagy azt mondja, hogy mit tudom én, a természet az nagyon központ, hogy az elesett állatok, hogy a gyenge állatokat kell támogatnia, az állatvilágot támogatnia, megvédenie. Tehát a Földnek a megmentése az annyira központi kérdés náluk, hogy már 6 éves korban olyan szinten lehet velük beszélgetni arról, hogy az ember felelőssége, meg a Földnek az ökoszisztémája, meg az állatokat a kis testvéreiknek tekintik. Nagyon sokan nem esznek húst, nem hajlandók húst tenni. Akkor megtudták, hogy a hús az honnan származik, akkor több szülő elmesélte, hogy onnantól kezdve egy falat hús nem lehet a gyerek torkán lenyomni. Mikor így tudatosodott benne, hogy egy levágott állatról van szó. És onnantól kezdve kész, neki húst a közelében ne. És tökéletesen nagyon jól megvan. Nagyon ezek az emberek. Mármint ezek a gyerek típusok? Hát szélesebb körbe kéne vizsgálódni, de azt gondolom, hogy most folyamatosan nő az arányuk, és hogy most olyan 40%-nál járunk körülbelül. Tehát ugye jelenleg leszületett gyerekek kb. 40%-a az már ilyen gondolkodás. Igen. Akkor ez végül is egy reménykeltő dolog. Reménykeltő, csak ott a másik oldal, ami hát azt jelenti, hogy azok a gyerekek, akik nem, az az Indigo Kristály, hanem még a harmadik, akik karmikus feladatokkal jönnek, akiknek szintén azért igazad lehet, mert hogy nekik is a letisztítás feladat, tehát karmikusan dolgoznak. A Indigo Kristályok már nem a karmájuk miatt jönnek. A kristályok meg a csillaggyerekek egyáltalán nem a karma. A Indigónál még játszik. Olyan szellemi tudattal jönnek. Már nincs karmájuk egyszerűen. Azért mondom, hogy krisztusi tudat, hogy legtöbbször földi életük se volt még, tehát nekik meg kell tanulni a földi viszonyokat, idő fogalma, térfogalma, testére való vigyázás, a testének a megismerése. Tehát kristály gyerekeknél például drámai tud lenni egy hajvágás, az első tejfog kiesése. Teljesen rosszul van ezektől a dolgoktól, mert nem tudja, hogy az utána nő, meg másik fog a nő, gyógyszerbevétel kívülről valamilyen kemikáliát bevenni, az kész, teljesen nem. Tehát csak homeopátia, amit elfogadnak, vagy gyógyteák. Tehát nekik nagyon sok veszélyhelyzetekre meg kell tanítani, ő nem érzi a veszélyt. Tehát leugrik a nem tudom mekkora magaslatokból, belevágódik a 2 méteres vízbe, nem zavarja, nem érzi a veszélyt, mászik fel a legmagasabb létrára 2 évesen. És mindenki egyszerűen megdermed a rémülettől, hogy a gyerek ott a létrán billeg. És neki nincs semmi veszélyérzete, mert még nincsenek ilyen földi tapasztalatai. Aztán később persze kialakulnak, meg lesznek, csak a szülőknek nagyon résen kell lenni, hogy életben maradjon a gyerek. Jó, biztos vigyáznak rá égileg is, de feladat. Ezt a szülőknek, a szülők tudják? Többnyire tudják, igen. Hát tapasztalják a gyereküket. Na, és itt van a kiválasztásnak a lényege, hogy kristálygyerek,
olyan helyre születik, ahogy mondtam, hogy összevonzódnak a szülőkkel, ahol az ő tudatszintjüket már el tudják fogadni, tehát ahol már a szülőknek a tudatszintje befogadó erre a magas tudatszintre, és megérti a gyereket, és többnyire nem elnyomja. Az indigó gyereket jobban elpróbálják nyomni, meg bepróbálják idomítani, pláne, hogy lázadó. Tehát ő nem akarja ezt a jelenlegi földi, anyagi világot szaporítani. Azért nem is találják a helyüket. Nehezen tudnak beilleszkedni a mai fiatalok ebbe a kapitalista fogyasztói társadalom elrontott világába, egyszerűen úgy érzik, hogy ők ezt nem akarják szaporítani. A lányom is ebbe tartozik, és ők összejárnak együtt, és akkor világmegváltó filozófiákat folytatnak, ez kb. 10 éves koruktól kezdve, 12 éves kortól kezdve inkább. Mai napig ez van, hogy ők összejönnek, és akkor ők is söröznek, vagy koktéloznak, és közben ilyenekről beszélnek. És a Kassai Lajos például az egyik kedvenc, akit mindig a filozófiáját, meg az életszemléletét így átbeszélgetik. Meg a lova mindenek felett náluk is. Mert őszinte, mert hiteles. Ki vagyunk éhezve az ilyen emberekre. Így van. Szóval... És a csillaggyerekek, az meg akkor ezek szerint még rendkívüli társaság, akik különböző bolygókról jönnek. Igen. És nagyon-nagyon érzékeny, empatikus a lelkivilága. Tehát ő tényleg az, a csillaggyerek már tényleg az, aki nem csak a mostani auránkat és a lelki világunkat látja, vagy érzékeli empatikusan, hanem látja az egész előző életeinket, tehát azt a maradandó lélek magunkat érzékeli és látja, már csecsemőként, a kristálygyerek is egyébként, amit mi egymáson nem érzékelünk így. Tehát éppen ezért egy teljesen számunkra visszataszító, ápolatlan, hajléktalan akárki, számára lehet egy bonzó ember, és akkor csacsog vele, és gügyög neki, és kedves vele, meg is fogja, és nincs benne semmi undor, mert nem azt a jelenlegi testét látja, hanem látja azt a bizonyos halhatatlan lelkünket. És egy másik szimpatikus ember, aki pedig szépen ápolt, és minden rendben van vele, attól pedig menekül, és a karjába nem tudja venni az ember, mert sír tőle azonnal. Valójában ez a beszélgetés itt veled most engem abban győz meg, hogy új remények ébrednek bennem, mint idős emberben, hogy a Föld meg fog menekülni. Így van, én is ezt látom, és ezért segítem őket. Ezért csinálom ezt a kerekasztalt, ezért írtam a könyvet, ezért foglalkozom így egyénileg így a gyerekekkel, hogy ne vesszenek el. Ez a fontos, hogy ne vesszenek el. És a szülők tényleg azt látom, hogy partnerek ebben értik. Értik. Tehát a kristálygyereknek kifejezetten, tehát mindig is, most már kifejezetten úgy foglalkozom a gyerekekkel, hogy lássam a családot, beszélgetek a szülőkkel, testvérekkel, van, ahol testvérpár jár hozzám például, mert hogy így egybe kell az egészet látni, és nem tudom a környezetéből a gyereket kiragadva úgy kezelni, hanem a szülőkkel együtt. Szóval a szülők nagyon befogadóak és nyitottak tudnak lenni, inkább az iskolával van nagyobb. Igen, ezt fantasztikusan ráérzünk egymásra, mert ezt akartam most kérdezni. És mit szól ehhez a pedagógia, a pedagógus társadalom? Igen, ez egy nehéz kérdés. Nagyon megoszlik, nagyon megosztódik, mert főleg a tanítónénik, akik hát nagyon sok ilyen gyerekkel találkoznak, és úgy kicsit nyitottabb vagy érzékenyebb lelki világgal áll hozzá, talán a fiatalokról mondhatom ezt el, akiket még nem gyötört agyon az iskola rendszer meg a politika, ők nyitottan állnak hozzá, és ők észreveszik. És ha ezeket elmondom, akkor teljesen jó, hogy tényleg, hát akkor ez ezért van, meg azért van, és akkor most már így fogok vele foglalkozni, vagy az osztályjal így fogok foglalkozni. Tehát abszolút azt mondom, hogy partnerek, de a másik oldal is sajnos ott van, ahol teljes mértékben abszolút elutasítják. És akkor azt mondja egy kristálygyerekre például a tanítónéni, hogy ez egy olyan mamlasz, ettől a játékát mindig el lehet venni, vagy óvodás gyerekről például, hogy kitépik a kezéből a játékát, és csak áll és néz, vagy föllökik, és mondjában mondom neki, hogy hát lökd vissza, hát védd meg magad, hát vedd vissza. És az a gyerek csak áll és néz, vagy sír. Milyen mamlasz. Tehát amire én azt mondom, hogy krisztusi tudat, és nincs benne agresszió, és nem azt váltja ki belőle, hogyha megütik, hogy ő visszacsap, hanem szeretettel próbálja kezelni a helyzetet, akkor arra van, aki azt mondja, hogy milyen mamlasz, élhetetlen, szerencsétlen. A legfiatalabb gyerekem, az 93-as születésű, bement az óvodába és körbe puszilgatta a gyerekeket, aztán jól megverték. Igen. Tehát tudom, miről beszélsz. Igen. És ott áll az, hogy most ott állunk, és ott van a 22 éves gyerek, és nem tudom, hogy mi lesz belőle. Igen, tehát most... Mert, hogy minden szép és jó legyen,
elképesztő módon a drága pedagógus az utolsó, végül is ő döntött, és a Károli Gáspár pszichológia karra akart menni, de a matematikus pedagógus asszony az megbuktatta érettségére. Tehát végig szisztematikusan átengedte kettessel, de érettségi előtt megbuktatta. Igen, szóval tehát nem vette a fáradtságot, igen, hogy megnézte volna, hogy mire jelentkezett ez a gyerek, igen, hiszen a büdös életben többet nem fog matematikával foglalkozni. És én nem vagyok egy ellensége a matematikának, de nyugodtan megkérdezem, hát itt vagyunk mind a ketten, elvégeztünk középiskolát, gondolom, nálad is ugyanígy megtörtént, és abban az időben, amikor én tanultam még a matekot, akkor az volt a kérdés, hogy a differenciál számítást vagy az exponenciális egyenletet oktassák. Nekünk végül is az exponenciális lett a, tehát nem a differenciált. És az életünkben soha többet nem foglalkoztunk. De bocsánat, tovább megyek. Az életemben nem kellett másodfokú egyenlet megoldó képletet egy használnom. Van, van. Alapműveleteken kívül és semmi. És még sok minden más nem kellett használnom. Tehát igazság szerint nagyon korán el kellene dönteni, hogy a humán beállítottságú embereket nem terhelem meg egy csomó baromsággal, mert nem igaz, hogy szükség van arra, hogy mit tudom én, persze, milyen tangens vagy kotangens tétellel tudom megnézni, hogy az a fa abban a távolságban milyen magas. Így van, ezt a gyerekek pontosan megfogalmazzák, hogy olyan azért nem szeretnek iskolába járni, mert olyan fölösleges dolgokat tanulnak, és annyira unják. És lehet, hogy pillanatok alatt megcsinálja a matekját, de azt mondja, hogy így fogja a fejét, hogy annyira unja az életét. Harmadikos kisfiú például ezt mondta nekem, hogy annyira unja az életét. És akkor nézem, hogy már 25. ugyanolyan matek példa van, ő érti, de miért kell belőle még 25-öt csinálja, és miért nem olyan dolgokkal foglalkozunk, amik az életben fontosak neki. Vagy amiben tehetséges, hogy abban segítenénk, amiben tehetséges. Abban erőltetjük, ami gyengén megy neki, hogy akkor zárkozzon föl, és amiben tehetséges, abban meg már nem jut az energiája. Szívemnek kedves és lelkemnek kedves, amiket mondasz, mert egyszerűen ugyanez, tehát teljesen egy úron pendülünk. A helyzet a következő. Én ott van a 42, most már 44. évét ropó fiam, aki mellesleg számítógépes programozó, és azt mondta, hogy nagyon sok mindenre megtanítottak minket, csak egy dologra nem, hogy kell élni. Ja, erről van szó. Ezt a gyerekek megfogalmazzák. Na most ez a pedagógus. Hát akkor bocsánatot kérek, és most nem a pedagógus társadalmat, és nem a pedagógiát alapvetően, hanem a jelenleg használatos rendszer csődje, ami itt ma folyik. Így van. Ez egyszerűen egy csődtömeg. És nekem a saját életemben egy nagyon érdekes dolog történt. Hát semmi érdekes egyébként, csak számomra volt érdekes átélni ezt az egészet. 36 évi házasság után beadtuk a vállópert. És 2007-ben aztán végül is a vállóper, tehát kiírt tárgyalásunk volt, mi nem mentünk el erre a kiírt tárgyalásra, hanem hoztunk egy döntést, hogy újraépítjük a kapcsolatunkat. Uh-huh. És akkor az azt követő két év, tehát 2007-től 2009-ig az a munka, amit dolgozni kellett magunkon, nem a másikon, hanem magunkon, hogy ez az újjáépítés tényleg sikerüljön, és hogy egész másképp kezdjünk el magáról, erről a dologról gondolkozni, hogy férfi és nő párkapcsolat. És csináltam erről egy képzést, és a képzésen látom, az a cím, hogy Párom a tükrön, és a képzésen látom, hogy valójában most egy kicsit erősen fogalmazva elképesztő csődtömeg vagyunk párkapcsolati szempontból. Totálisan, és alapvető dolgok, amiket meg lehetne tanítani. Miért nem lehet egy nyolcadikos gyereknek megtanítani, hogy figyelj, másképp működnek a férfiak, és másképp működnek a nők. Miért pontosan nem lehet ezt akár osztályfőnöki órára gyakorlatba bevinni, sokkal hasznosabb, mint egy csomó gyereknek az exponenciális egyenlet. És még ezeket mind lehetne sorolni, de amiket és te akkor mondasz, ehelyett mit csinál az iskola? Bevezeti azt, hogy legyen hittanóra, meg legyen etikaóra. Igen. Azzal lefedi, azzal, hogy most Bibliát elemeznek, azt a gyerek hatodikos, nyolcadikos, alsótagozatos fejével nem fogja tudni élettapasztalatként magába építeni. Tehát neki tulajdonképpen egy mesetörténet és egy kötelező óra. Tehát ez még mindig messze nem fedi le azt, amire szükség lenne.
Tehát kifejezetten, amit mondasz, így van, érzelmi nevelés, egymás megismerése, mindenféle ilyen kis szociális játékok kellenének, és művészeti nevelés, én azt mondom, hogy a gyerekeknél a művészet az mindenek felett. Azon keresztül, ahogy mondtam neked, hogy egy témára ráépítve mindent, tehát egy matematikát is meg tudok tanítani a művészeten keresztül. Azt mondom, hogy csak rajzóra. És csak egy rajzórán keresztül mindent be tudok vinni egy rajzi témába. Hát az is csodálatos. Ugye most itt beszélgetünk a kristály gyerekekről, indigó gyerekekről és csillag gyerekekről, de valójában én azt csodálom, hogy te erre az egészre ráéreztél, és irgalmatlan nagy segítséget jelentesz ezeknek a gyerekeknek. Hát igen, azt hiszem. És ez nem miattam, nem magamnak köszönhetően, hanem én is indigóként azért eléggé indigó kristály vegyes lehettem, ilyen előhős. Elég magányos voltam, és én is a művészetbe menekültem, és megértem azokat, ami a gyerekekkel most történik. Aztán másodszorban a lányom, aki most már 24 éves, ő is nagyon hasonló módon megérte ezeket, és küzdött, és tüzes energiákkal birkózott ott az osztálytársakkal, a tanárokkal, az életével. Úgyhogy duplán is értem, hogy miről beszélnek, értem a szülőket, hogy nekik mik a problémáik, a konfliktusaik az iskolával. Tehát talán ezért tudok segíteni, hogy így két lábon állok. Tehát van egy ilyen spirituálisabb, ezoterikusabb rálátásom, ami tényleg nagyon sok tanultság után alakult ki, tehát nem csak egy ilyen divat, hosszú évek folyamán. És ugyanakkor van egy földön járó tanári vénám, tehát hogy egyik lábon tehát összekötöm a két világot, a tudomány és a spirituális világ között. És próbálok egy hidat építeni. A bal és a jobb agy féltekében. Hát röviden így van. Ezért jól megértjük egymást a gyerekekkel. Így tökéletes. Hát ez igen. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.